Június második felében a teniszezők angliai füvespályás versenyeken készülnek a wimbledoni tornára. Fucsovics Márton egy 127 ezer euró összdíjazású versenyen állt rajthoz Ilkiben. A nyíregyházi játékos az első körben az első helyen kiemelt dominikai Burgos verte 2-1-re, majd az ausztrál Milman ellen győzve szintén 2-1-re. A pénteki esőszünet miatt szombaton két meccset is játszott Fucsovics. A negyed döntőben a brit Clark ellen 6-3-6-4-re, az elődöntőben a harmadik kiemelt orosz Donszkoj ellen 7-5-7-6-ra győzött a legmagasabban jegyzett magyar férfi játékos. A vasárnapi döntőben az ausztrál Alex Bolt elleni 6-1-6-4-es siker pedig már a tornagyőzelmet jelentette a 2010-es junior wimbledoni bajnok számára, aki profi pályafutása 11. fináléja után negyedszer ünnepelhetett. Egész héten nagyon jól játszottam, sőt meccsről meccsre jobban játszottam, és életem eddigi legnagyobb sikerét értem el. Az előző héten Stuttgartban is füves tornán játszottam, és már ott is egyre jobban játszottam. Még önbizalommal játszottam, ennek köszönhetően nyertem. A tornagyőzelem nem csak az elsőségért kapott sellegel és pénzdíjjal járt, hanem szabadkártyát is jelentett a wimbledoni főtáblára. Meglepetésként ért ez a szabadkártya, nem voltam rá felkészülve, de örülök, nagyon örülök, hogy ez is összejött végre, nem kell selejtezőt játszanom, három mérkőzést megnyerni, megmondom őszintén, nagyon nehéz lenne, egy kicsit fáradt is vagyok, úgyhogy egy pár nap edzés lesz, és jövő héten kezdődik a főtábla. Fucsovics legutóbbi helyezésén 29 pozíciót javítva a karriercsúcsot jelentő 107. helyre lépett előre a világranglistán. A wimbledoni torna sorsolását pénteken tartják, akkor derül ki, hogy az első fordulóban ki ellen lép pályára nyíregyházi teniszező.